Íróvetése, a vetett fűgondozása. Ezt mindenkinek el szoktuk mondani, de azért tesszük fel most a weboldalra, hogy máskor is vissza lehet nézni, mert ez is nagyon fontos. Tehát először is egy napig hagyjuk, hogy száradjon. Tehát miután vetettük, egy napig száradjon, csak másnap kezdjék el locsolni. Hogyha egy napig szárad, vagy ha megszárad, és jön egy nagy eső, nem fog megmozdulni. Hogyha vetés után azonnal jön egy nagy eső, akkor az olyan, mintha hígítottuk volna az anyagunkat, mert nem száradt meg. Egy pár óra nagy valószínűség elég lesz hozzá, hogy megszáradjon, de legalább legyen az a pár óra. Aztán a locsolás, ugye másnaptól, ugye az a cél, hogy a mag ágyat nedvesen tartjuk. Mit jelent az, hogy nedvesen tartjuk? Nem az, hogy tocsogjon a vízben, hanem hogy az a 1-2 centi, ahol a mag van, az nedves legyen. Azt az 1-2 centi nem nehéz nedvesen tartani. Ha túl sok vizet öntünk, akkor lemegy mélyre a víz, és pocsékolás, nincs miért. Tehát azt akarjuk, hogy ez a felső 1-2 centi nedves marad. Ha tócsázik, az nedves? Nem, az vizes. Tehát nem akarjuk, hogy tócsázon, mert gondoljuk bele, a tócsa az olyan, mint egy nagyító. Tehát a nap süti, és igenis 50-60 fokra is fel tudja melegíteni a tócsát. Már 40 fokon sterilizáljuk a magot. 40 fokon. Tehát, hogyha egy mag bent marad egy kocsiban, és bezárjuk az ajtót, és felmelegszik 50 fokra, 60 fokra a kocsiban, és egy kis időre, akkor a csirázási arányt az drasztikusan csökken. Tehát, ha sokáig ott van, akkor az annak a magnak annyi. Ezért mi hozzuk a saját magunkat, és nem szoktuk garanciát vállalni, hogyha önök adják a magot. Mert nem tudjuk, hogy honnan jött a mag. Meg hogy ki vigyázott rá. Akitől mi vásárolunk, azt tudjuk, hogy azok profi emberek, és jó magot adnak nekünk. Tehát ezért ne tócsázon sem. A másik az, hogy ha olyan helyen van, ahol a nap nem is sütötte, akkor se tócsázon, mert akkor szétrohad a mag. Tehát folyamatos vízben ne legyen. Nedves maradjon. Na most, az első két hét, ha nedves marad, nem baj, ha egyszer-kétszer kiszárad, nedves újra kiszárad. Ez a Magyarországon használt magok, azok összeadódik, hogy milyen hosszú ideig volt nedves, egyszer csak csirázik. Tehát egyszer kiszárad, az csak akkor később fog kicsirázni. Ennyi az egész. Ugye, amikor Szaúd-Arábiában vetettünk, akkor volt egy Paspalum nevezetű mag, ami még a sivatagban is bírta a sós vizet is, annak viszont 40 napig nedvesnek kellett lenni. Nedves. Ha egy napig, mondjuk a 38. napon nem volt nedves, akkor újra kezdődött, hogy 40 napig kellett, hogy nedves legyen, hogy kicsirázom. Na, az teljesen más. De itt nem ez a lényeg, tehát, hogy inkább kevesebb vizet, mint hogy túl sok. De azt se csinálják, hogy ne locsolják. Mi nem tudjuk, hogy mennyi víz kell. Tehát az önök öntözőrendszerre keresztül nem mi tervezzük. Ha mi tervezzük, akkor megmondjuk, mi be is állítjuk, és akkor tökéletesen annyi vizet kap, az ugye az a 4 mm csapadék per nap, és kész. Ugye kihúzva a nap során. De amennyivel mi nem csináltuk az önöknek a öntözőrendszerét, vagy amennyivel kézzel locsolják, mi azt nem tudjuk mondani, hogy meddig kell, hány percig kell, mert nem tudjuk, hogy milyen slagot használ, milyen feje van, milyen a beállítása. Önöknek kell venni a fáradtságot. Kimennek és nézik. Elkezdett tocsázni, kikapcs. Tehát akkor tudjuk, hogy nem 5 percig, akkor 4 percig. A következő 4 perc, és a következő locsolásig kiszárad teljesen, akkor előbb kell tenni a locsolást. Akkor nem 3 órával később, hanem 2 órával később jön a következő. Hogy ne száradjon ki, nedves maradjon. Na most, amennyiben nyári vetésről van szó, akkor azt viszont ez azért fontos, hogy nedvesen tartjuk, hogy kicsirázom, de ott gyakrabban kell locsolni, mert nem is a fő az, hogy nedvesen maradjon, hanem az, hogy a földnek a hőmérséklete 30 fok alatt kell, hogy tartsuk. 30 fok fölött azt mondják, hogy a fű sem nő. Ugye? Van ez a szép magyar mondás. Igen, a fű nem nő 30 fok fölött, tehát hibernál. Na most csirázni sem fog, hogyha 30 fok fölött megy. Tehát folyamatosan kell locsolni, nem azért, hogy vizes legyen, hanem hogy a földnek a hőmérséket lent tartjuk 30 fok alatt. De akkor
gombabetegség veszély fennáll, mert ugye éjszaka, hogyha nedves marad, és meleg idő van, akkor jönnek a fuzárium betegségek, a rizoptómia, a palántadőlés, tehát erre teljesen figyelni kell, és azzal előtte lehet kezelni. Ilyenkor mi előcsáváztatjuk a magot ilyen betegségek ellen, de ugye az a cél, hogy estére ki száradjon. Nem akkor, amikor csírázik, kicsit előrébb mentem, amikor csírázik, ugye mi már csáváztuk, tehát 2 hétig nem lesz gombabetegség, tehát itt csak nedvesen akarjuk mondani, nem baj, ha éjszaka is nedves, de később, mikor már kibújt és már csirázott, akkor már éjszaka nem akarjuk, hogy vizes legyen, tehát reggel locsolunk, és mire este lesz, száraz legyen a talaj. Tehát ez tavasszal is megy, tehát tavasszal ugyanúgy, tehát nem szabad túl öntözni. De szerintem eléget beszéltem az öntözőkről. A következő, akkor a vágás. Mikor lehet vágni a füvet? Sokan azt mondják, hogy várjunk meg, még jól lemenjen a gyökere, és igen, ez nagyon fontos, hogy a gyökér lemenjen, ugye, mert hogyha a fűszálat elvágjuk így, megfogjuk és kitépjük gyökerestől. Ez sem jó. Ugyanakkor tudni kell, hogy amennyiben a fűnek a felső egyharmadát elvágjuk, bokrosodni fog alulról. Ha lejjebb skalpoljuk a felénél, akkor ugyanazt a fűszálat fölnöveszti, és nem fog bokrosodni. Tehát ez egy sok neki, egy sok hatás. Tehát, amikor a fűnyírója el tudja érni a tetejét, ha éles a kés, és elég jó fordulatszámmal megy, és lekapja a tetejét, akkor azt újra fog, tehát az bokrosodni fog, és dúsulni fog a fű. Tehát egy fűszál, ott képzelje, hogy az egy ekkora csomó, egy bokort fog csinálni maga körül. És minél gyorsabban vágják, és minél többször vágják, annál gyorsabban és dúsan fog nőni. Ha életlen késsel vágja, azzal roncsolják. Egy kis tépi a füvet, 2 később ugye elszakad a teteje, onnan a nap kiszívja a vizet, és elpusztul. Tehát a fűnyíró is nagyon fontos. Ugye sokan kérdezik, hogy garanciát adunk-e? Adunk, de nagyon sok mindent be kell tartani. Még a fűnyírásnak a késélezéstől kezdve a locsolásig. Na, tehát akkor megvan a vágás, tehát hogy milyen magason, azok önök döntik el, meg a fűfajta. Tehát van olyan fűfajta, amit nem vágunk 2 centire, de van olyan, amit nem szabad hagyni 10 centire nőni sem. Megbeszéljük. Utána vágja, és nagyon be fog dúsulni, és ezért mondom, hogy 2 hét alatt vágható, óvatosan. Nem túrjuk szét, hanem de elkezdjük vágni, és 3 nap múlva megint vágjuk, akkor úgy szépen meg fog nőni. Nyilvánvaló, ez a sportkeverékről van most szó. Igen, tehát a több magkeverék másként csirázik. Ugye a nádképű csenkesz az 10-től 21 nap a csirázási idő, a angolperje az 5 nap alatt is csirázik. Ugye láttam olyan nádképűt, ami nagyon gyorsan csirázott, de láttam olyan is, ami 21-22 napnál kezdett el csirázni. Az árnyéktűrők is 20 nap után csiráznak. Ugye ne várjanak csodát. Ha azt akarják, hogy azonnal nőjen, ugye, akkor magas az angol perje, olasz perje tartalma. Ezért is javasoljuk azt, hogy ha például egy nádképű csenkesz keverék van, akkor nádképű csenkesz, és legyen benne angol perje is, hogy gyorsan kinőjön az angol perje, árnyékot ad a nádképűnek, nedvesen marad a magágy, az is gyorsabban fog kinőni, ugye egy héttel később, vagy 2 héttel később, és aztán szépen átveszi a hatalmat, és dúsul meg minden. Tápanyag utánpótlás. Ugye a vetőanyagban, a hidrovetőanyagban beletesszük egy magas foszfor műtrágyát. Ez vízben oldódik. Tehát ahogyan locsolják, az szépen 2 hét múlva, 3 hét múlva nincs. Tehát ez az olyan, mintha nem volt. Az a magnak volt, hogy csirázon, gyökeret ereszen. És szép nagy gyökeret ereszen. Hogyha az a volt a talaj, akkor bele is megy. Na. Viszont utána már egy magas nitrogén kell, hogy nőjön a növény. Tehát lehet egy indító trágyát használni a friss füvön, azt vagy mit csináljuk, vagy önök, meg tudjuk mondani, hogy hogyan kell szórni. Mondom most, a szórás. Ha viszik a kocsival, akkor azzal is lehet, de nagyon gyakran van az, hogy fedés van.
Ott, ahol fedés van, ki fogja írtani a füvet. Az szinte biztos. Mit javasolok? Hogyha a gyártó a trágyának azt mondja, hogy 40 g per négyzetméter, számolja ki 20 g per négyzetméter. Azt szórja ki egy héten, mondjuk egy szombaton, és akkor és jól locsolja be, aztán egy héttel később a másik 20 g per négyzetméter. Az nem baj, hogy így egyiket előtte és másikat utána. Legalább akkor nem fogja megégetni a füvet. Jó, az az egyik. A másik, én megmondom őszintén, hogy jobban szeretek kézzel a szórni a műtrágyát, és nem mint egy frisbee így, hanem befelé dobom így, mert így szétmegy, amikor dobom, így összemegy. Tehát mint egy frisbee, az rossz, befelé dobni, az szétmegy. És így pum, próbálom így a kamerának mutatni, így befelé. Tadá! Így szét fog menni a trágya, és jobban tudja szórni. Nagyon szeretem a szerves trágyákat, azon nem is kell félni, mert nem tud, az nem fogja megégetni. És ugye vannak nagyon jó szerves trágyák, amit szinte kipótolják a műtrágyákat is. Gyakrabban kell használni, ezért drágább is, de jó, és nem mű. Amennyivel trágyázunk, ugye a műtrágya, akkor négyszer kell trágyázni egy évben. Tehát tavasszal, nyár előtt, nyár után és tél előtt. A szerves trágyát az inkább másfél hónap, két havonta szoktam szerves trágyázni. Én azt szoktam mondani, hogy én van, aki mind a kettőt, tehát a szerves trágya az ennivaló, a műtrágya a vitamin, vagy egy hormonkezelés, hogy mű. A lényeg az, hogy mind a kettőt is lehet. A fű az egy élő lény, ezt kezelni kell. Ha ugye nem akarok hülyeséget mondani, de hazaviszünk egy babát, akkor az orvostól, ugye megszületik a baba, aztán etetni kell a babát. És akkor nőni fog. Ugyanaz a fű. Élő lény, etetni kell. Most a benzin nem sajnálunk a kocsiba, egy 20 000 forintot, hogy teletankoljuk a kocsit, akkor ne sajnáljanak egy 20 000 forintot, hogy két-három havonta etesse a fűvét is. Na, a gombabetegségek. A gomba kell kezelni, ha nyári vetésről van szó, akkor nagyon kell figyelni a gombabetegségekre. Ilyen például egy kis pókhálószerű, ami a füvek között egy ilyen kis pókháló, ha hajnalba kimennek a kertbe, és vízcseppek vannak rajta, és látnak, ez ugye ez egy gomba. Ez egy gomba betegség, ez nem egy pók, nem tele van a kert pókoka. És ott el fog sárgulni a fű, és meg is fog halni nagy valószínűség. Ami nagyon hajlamos erre, hogy azonnal meghaljon, az a vörös csenkesz a fű magkeverékben, mi ezért nem nagyon szeretjük ezt használni. A nádképi csenkesz az jobban bírja. Tehát akkor ezzel kezelni kell. Tehát lehet már előtte kezelni, tehát preventív módon, tehát hogy ne gombásodjon be, de ha már megjelent a gomba, akkor van olyan gomba, például a rizoptómia, a palántadőlés, ami csak gyökéren keresztül tudjuk kezeltetni, akkor már baj van. Akkor már olyan szereket lehet használni, ami engedélyköteles, akkor hívjanak minket, akkor megyünk. De nagyon kell vigyázni gomba. És hogy lehet vigyázni? Hogy nem engedjük, hogy nedves legyen az éjszaka a fű. De ha esik az eső, akkor nem lehet mit csinálni ellene, ugye? Tehát ha nyáron nagy meleg van, és éjszaka nedves a fű, nagy valószínűség, hogy be fog gombásodni. Fel kell készülni rá. Vagy olyan fűmagot kell választani, amitől nem lesz baj. Na, az első éves fűnél, mint már szépen kinőtt, hogyan locsoljuk? Úgy locsoljuk, hogy már nem kell nedvesen tartani, hanem már egy locsolás egy nap bőven elég. Mikor? Este? Nem. Hajnalban locsolunk, akkor ugye bővebben, ugye lemenjen a gyökérbe, azt szokták mondani, hogy 4 mm csapadék elég egy fűnek. Ha nagy melegek vannak, akkor azt lehet emelni, amikor hűvösebb idő van, azt lehet kicsit csökkenteni is.
Na most ez naponta 4 mm, tehát napi egy öntözés. Lehet kihagyni öntözéseket? Igen. És miért? Azért, mert ha nincs víz, akkor a gyökér lejjebb fog menni. Keresi a vizet, megy a víz után. Amikor mindig kapja a vizet, akkor olyan lusta a fű, hogy hát ott marad, akkor nem erőlködik. Minek? Hát én sem erőlködnék. Ha mindenki hozna nekem este egy sört, akkor fel sem állnék. Nem, csak viccel. Tehát igen, lusta lesz a fű, és nem fog jó mélyre nőni. Tehát egyszer-kétszer ki lehet hagyni egy-két napot, aztán megint egy napot locsolunk, két napig locsolunk, egy napot kihagyunk, két napig locsolunk, egy napot kihagyunk, stb. Tehát ha látja, hogy a fű már száraz, akkor több vizet adunk neki, nyilvánvaló. És megint ez a fű fajtáktól is függ, mert hogy ugye vannak szárazságtűrők, és vannak olyan füvek, ami már sajnos folyamatosan kell locsolni. És hát persze a későbbiekben ugye szép dús lesz a fű, tehát fel kell készülni rá, hogy majd szellőztetni kell, majd évente egyszer vagy kétszer, ugye az elszáradt filc, az elszáradt füvet ki kell szedni belőle, hát hogy levegőhöz jusson a gyökér, lehet lyukasztás is, tehát lyuggatás vagy lyukasztás, ugye amikor lyukakat csinálunk, és akkor összegerebézzük a újnyi lyukakat, és a homokot lehet szórni rá, tehát vannak kezelések, amit lehet csinálni, szép maradjon a füvünk.